mutatni egy olyan esetet, ami különleges, mert nem az elejétől fogva kezeltem ezt a pácienst, hanem először a páciensek az édesanyja jelentkezett nálam, és elhozta hozzám ezeket a röntgeneket, és azt mondta, hogy doktor úr, a lányom már 4 éve kezelés alatt áll. A férjemmel nagyon aggódunk az impaktált szemfog miatt. És ön lehetségesnek találja, hogy a lányunk Tiziana kezelését folytatja, és ön tudja garantálni a szemfog bevezetését? Ezek általában ezért elég nehéz helyzetek. Először ugye megkértem, hogy hozza el a lányát a rendelőbe, és akkor így nézett ki. Letört brekettek, szabadon lévő ligatúrák, a korai érintkezés a brekett és a antagonista fog között. És ezek elég nehéz helyzetek, mert általában van valami. Joanna elégedetlen volt a bal felső kettes pozíciójával, és az érdekes, hogy ez egy korábbi fogszabályzat kezelésnek a recidívája. Ez a kismetsző keresztharapásban volt korábban, és ezért a páciens elégedetlen. Ugyanazzal a kezeléssel kezdtük, beraktunk egy mikroimplantátumot, egy alfa-beta rugót, és a bracket ezúttal vertikálisan van helyezve, tehát 90 fokban elfordítva. Mert ugye a páciens és szülei csak a kismetsző mozgatására kértek meg. Itt van ez a torkválása a fognak. Itt csökkentjük a torkját. És egy kicsikét túlkompenzáltuk a kettes pozícióját. És most csak levesszük a készüléket, és kb. Egy hónap után. Tehát mondjuk visszajött egy-másfél hónap múlva, és így teljesen jó pozícióba beállt a foga. Ezért levesszük a készüléket, és így néz ki az összehasonlítás a kezdet és a végső állapot között. With the management of the lateral incisor, okay? And this was tehát így történt a felső kismetsző mozgatása, egy csavar, egy ív és egy bracket segítségével. De gondoljuk arra, hogyha a brackettet elfordítjuk 90 fokkal, akkor nagyobb a távolság is nagyobb lesz az erőkar. Mert megnöveltük a távolságot a